A tanulmányi versenyeknek van egy különleges hangulatuk. Az iskolások ilyenkor egyénileg vagy csapatban mérhetik össze tudásukat egymással. Míg előbbiben az egyéné és az általa képviselt iskolái a dicsőség, a csapatversenyek során inkább a közös munka hozhat sikert. A 6. alkalommal megrendezett járási tanulmányi versenyen a tolnai járás iskolái versenyeztek egymással. Aki győzni akart, annak felkészültnek kellett lennie magyarból, matematikából, történelemből vagy német és angol nyelvből. Ezek mellett egy természetismereti csapatvetélkedő keretében is megmérkőzhettek egymással a csapatok. Ezt a járási versenyt hagyományosan évek óta, 5-6 éve rendezzük meg a tolnai járásban tanuló általános iskolás diákok számára. Azért indítottuk el annak idején ezt a versenyt, mert igény volt egy ilyen megmérettetésre, amikor nem országos versenyre kell a diákoknak benevezni, hanem a versengenek egy kicsit, érdekesek a feladatok, és tulajdonképpen összemérhetik az egyes iskolákban tanuló diákokat, tudásukat. Tehát hasonló adottságú iskolákról van szó, hasonló tanterv szerint tanulnak, és ez lehetőséget adott arra, hogy egy picit összemérjék az erejüket. Hoztam egy jól megérdemelt jutalmat, egy vándorkupát. Idén 6. alkalommal rendeztük meg a tolnai járás általános iskolái számára a járási tanulmányi verseny, és valóban ebben az évben a FATI általános iskolások gyűjtötték a legtöbb pontot, tehát a legtöbb helyezést ők érték el. A járási tanulmányi versenyt a FATI Gárdonyi Géza általános iskola nyerte. A díjat, amit Sztárai Vándorkupának neveztek el, az iskola igazgatója a Gárdonyinak keretében vehette át. Pap Ernő szerint azért fontosak ezek az alkalmak, mert segítik a tehetséggondozást. Azért fontos a mi iskolánk életében, mert ez egy bizonyíték arra, hogy a tehetséggondozás mennyire fontos a mi szemünkben. Nem csak a felzárkóztatásra és a gyengék segítésére kell figyelnünk, hanem azokra a gyerekekre is, akik tehetségesek valamiben. És itt, ahogy látjuk, van nálunk bőven tehetség, csak ki kell tudni használni. Ez egy fajta üzenet a szülőknek is, hogy jó helyen vannak a gyerekeik a felső tagozatban is, és szeretettel foglalkozunk velük, és motiváljuk őket. A versenyeztetés nagyon fontos mindenféle területen, és most mondta az igazgatónő, a Szent István igazgatónője, hogy fognak szervezni most atlétika versenyt is, és azon is részt szeretnénk venni. Tehát minden területen, nem csak a tanulmányi versenyeken, hanem minden területen szeretnénk kipróbálni a gyerekeinket. Ezt a serleget az idén, vagy a vándorkupát az idén alapította a Szent István gimnázium, aki szervezi ezeket a járási versenyeket, és most elnyertük. Ez a Gárdonyi Nap keretében egy méltó elismerése az iskolának, én úgy gondolom. A győztes iskola két legjobban szereplő diákja még külön jutalmat is átvehetett. Acsádi Petra a versenynek a német nyelvű részét élvezte a legjobban. Azt mondta, azért szeret tanulmányi versenyekre járni, mert szereti képviselni az iskoláját és sokat ügyeskedhet a versenyeken. A német tantárgyból, és amikor párban tudtuk csinálni az osztálytársammal. Én nagyon jól éreztem magam, hogy mert szeretek versenyezni, meg szeretem képviselni az iskolámat, és azért is jó volt, mert nehezek voltak a feladatok, és sokat lehetett rajta ügyeskedni, gondolkodni. Én nagyon örültem neki, mert hogy mindenki jól szerepelt ezen a versenyen, és megérdemeltük. Szoboszlai József azt mondta, nagy súly nehezedett rájuk, hiszen az egész iskola bízott abban, hogy sikerrel járnak, és elhódíthatják a serleget. Büszke vagyok az iskolánkra, és nagyon szerettük volna ezt a kupát az osztályommal. Az egész osztály bízott benne, mi járjuk meg a mi iskolánk, ezek szerintem az egész iskola. És a versenyt azért élveztem, mert szeretek versenyekre járni, szeretem összemérni a tudásomat más diákokkal, és szeretek versenyezni. A Sztárai Vándorkupát az az iskola nyerhette el, aki a járási tanulmányi versenyen a legtöbb dobogós helyezést gyűjtötte össze.
A Gárdonyi Géza általános iskolában a serleg a következő évi járási tanulmányi versenyig marad. A Faddiak célja pedig jövőre is elhódítani a Sztárai Vándorkupát.